Sziasztok, én Szörölvér vagyok az f és a mostani adás nem egy technikai adás lesz. Three, two, Az van, hogy gyerekem fog születni hamarosan, illetve mire kijön a videó, addigra már valószínűleg meg is született. És ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy csinálok egy adást. Egyrészt, amiben elmondom azt, hogy most egy kicsit át fognak alakulni az adásmeneteim. Kevesebb teszt lesz, több ilyen oktatóbb jeregű anyag, akár full akár profibaknak is. Úgyhogy kicsit ugye a tematikája meg fog változni az adásmeneteknek. Illetve fontosnak tartottam azt, hogy elővegyük megint azt a témát, amit már régebben pedzegettem, mégpedig hogy van élet a filmezésen túl is. Ugye erről a témáról már készült egy videó, amit itt tudsz majd megtekinteni, és ebben azt taglalom, hogy mennyire fontos az, hogy ne toljuk túl a munkánkat. Ugye a Covid nagyon sokunkat egy kicsit úgy, úgy lehúzott a munkáról, kevesebb melónk lett, viszont az a helyzet, hogy szerintem nagyon sokan rádöbbentek arra, hogy van élet a filmezésen túl. És most, hogy így születik a, a kisfiam, mert hogy fiú lesz, az van, hogy, hogy én egyszerűen vele akarok lenni. Szörnyű látni azt a filmiparba, hogy, hogy bárhova körbenézek, hogy tönkrement családok vannak, olyan szülők jönnek el forgatni, akik csak alva látják a gyereket, mert amikor hazaér, már alszik, amikor eljön, még alszik. Ez, ez szerintem nem élet. Nagyon fontos, és ezt ne felejtsétek el, a kamera nem lesz melletted akkor, amikor rossz hangulatod van, amikor nem tudom, elhagyott a barátnőd vagy a pasid, vagy valamilyen dráma történik, akkor a haverjaid, barátod, családod, feleséged vagy gyerekeid lesznek körülötted. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ugyan nagyon fontos pénzt keresnünk, és nagyon szeretjük szerintem mindannyian a, a munkánkat a filmiparban, de nagyon fontos az, hogy legyen életünk a filmezésen is túl. Én próbálom tartani azt, amit abban az adásban is elmondtam. Van egy bizonyos pénzösszeg, amit én egy hónapban meg akarok keresni, nekem ez fejben megvan az az összeg, és azon túl nem erőltetem magam azon, hogy nagyon sokat keresek, nagyon sokat dolgozzak, hiszen minek az a pénzösszeg az az azt szerint lett összeállítva, hogy abból egy kicsit félre is tudok tenni. Teljesen fölösleges, éjt nappalát, éjvel, heti 6 vagy 7 napon dolgozni. Nagyon sokat látom a szakmában, de nem csak a mi szakmában, nagyon sok szakmában látom azt, hogy az ember túlvállalja magát egyik melóból rögtön át is a másikba, mert egyszerűen nem merünk nemet mondani tény, hogy amikor az ember kezdő a szakmában, akkor egy, egy másfél évig az van, hogy tényleg nem ajánlott nemet mondani, ezt aláírom, ez tényleg így van, viszont utána meg kell tanulnunk balanszírozni a munkák, munkánk és a magánéletünk között, mert egyszerűen nem lesz jó. Nagyon sokan tolják túl. Tényleg azt látom a filmiparban, hogy ilyen két-három évekig elvállalnak évi kettő-három filmet is akár, ugye, amíg 60-90 nap per filmet jelentenek, heti, tizen, heti hat nap 12 órába, ez valami brutális munkás a és és azon, hogy két-három év után az emberek kiégnek, mert egyszerűen semmi, kurva sok pénzük van, de semmi életük nincsen, túlhajszolták munkat, stresszesek, pánikrohamjaik vannak, ilyen, eddig ne jussatok el. Legyetek együtt a haverjaitokkal, menjetek el sörözni, legyél együtt a feleségeddel, pároddal, látogass, de, látogass meg nagymamádat. Tényleg az van, hogy én szerintem nagyon fontos az, hogy szociális életünk legyen a munka mellett, mert a munka az csak egy munka, azt le kell tudni rakni, és onnan megyünk tovább. Azok, akik a filmiparban dolgoznak, lett többen szerencsések, mert tényleg az van, hogy a hobbink a munkánk, és imádjuk ezt csinálni, de kell tudni határt húzni ennek. Én nem tudom, hogy hogy fog átalakulni az életem a gyerek születése után, viszont az nagyon fontos dolog, hogy van egy nagyon jó alapbázisunk a párommal, feleségemmel, ami egy olyan kapcsolatra épül, ahol mindeketten bízunk egymásba, és mindeketten számíthatunk egymásra, akár munkában is, akár bármilyen szempontból. Úgyhogy én mindenkinek javaslom azt, hogy legyetek egyre eleget a családotokkal. Pont ezek miatt egy kicsit, mint ahogy említettem, át fog alakulni a csatornának a tartalma. Kevesebb tesztanyag lesz, és sokkal több ilyen megbeszélős vagy kifejtős téma lesz majd, mert ez, ehhez egyszerűen kevesebb munkára van szükségem, de én bízok abban, hogy ugyanúgy jó tartalmakat fogok tudni ezekkel gyártani a számotokra. Bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan megkereshet engem az fs a Facebook oldalán, illetve írhattok nyugodtan itt kommentelve is a YouTube videók alatt ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomd rá egy lájkot. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.